Hello! Sziasztok gyerekek! Üdv a csatornán! Keeper jelentkezik egy csodálatos kommentreagáló videóval. Itt meg a zöld háttér föl van dobva a TV tetejére. Hát ennyire figyel Keeper, hogy mennyi, mikor indítja el a videót, meg kell volna előre nézni. Hát ez benn maradt, mondja. Igen. Egyébként a zöld háttér azért van oda feldobva, mert ugye ezeket az index képeket éppen szerkesztettem, vagyis felvettem. Ugye ahhoz kell egy ilyen zöld háttér, hogy könnyen beilleszthető legyen, azt oda feldobtam gyorsan. Egyébként én mindig vasárnap csinálok ilyen marha nagy takarítást, úgyhogy mindjárt nekiállok, de egyébként most kúszik fölfele egy videó, amit lehet, hogy fú. De hát igazából, amire ezt megkapjátok ezt a videót, mivel az már megy fel, látni fogjátok, nagyon-nagyon-nagyon retro jellegű videó. Hova rakjam magam a gyerekek? Valahol ide rakom, jó? Így jó? Nem jó, így ide rakom magam. Ide a sarokba, itt szoktam lenni, itt van, itt érzem jól magam ebbe a kockába. Itt éppen elférek. Na jó, oké. Vasárnap reggeli kommentreagáló videó, mert mindig jönnek a kommentek, és úgy gondoltam, hogy legyen ilyen. Biga papa írja, nyugtass meg, hogy ez a szar röngvilla nincs benne a módpakban. Egyébként erről a röngvilláról nagyon sok komment szó esett kommentbe, ugye, hogy miért nem adom el, miért nem cserélgetem, egyszerűen meg szok őrülni attól, amikor ezek a modok nem tökéletesen kompatibilisek egymással, és venni kell egyet, kipróbálod, venni kell, és folyamatosan bukod a pénzt, mert ugye pontosan ugyanannyira nem tudod eladni, és azzal így elmegy egy fél óra, amire összemakolod az egészet. Elfelejtsd felejtve, egyébként favágás, ez lesz az utolsó rész, amiben konkrétan így volt favágás egyelőre. Földeket akarok művelni, meg más jellegű dolgokat, meg kitaláltam valami mást, amit szeretnék megvalósítani, de ez a fapakulás, gyerekek, ez a fapakulás, ez hallod, így, mert megfeszültem volna komolyan. Olyan szinten elfeladtam abba a fapakulásba, mint hogyha valóságba pakoltam volna. Annyira precízen kellett az a rohadt röngvillával, mert ugye nem ilyen csipő, fogóval, vagy nem tudom, azzal tudtad, hanem ilyen röngvillával, aki alá kellett nyúlni. Jézus, Isten! Elvileg pedig az ahhoz tartozik, és az is a neve, hogy röngvilla. Hát szörnyű az a mód, tudom. Benn van a modpakban, nem használja senki, hogyha vagy egy silinga andaxit magához vegyen előtte mindenképpen. Na! Gépzone, szia Keeper, mi lenne, ha a váltóhibás traktort valamennyi euróért meg lehetne javítani, de az ára lenne kb. 1000 vagy 1000 vagy 1500-ig? Ja, egyébként van olyan is benne, hogy van olyan sorskártya is, hogy elromlik és megjavíthatod. Ez most direkt olyan, hogy elromlik és nem javíthatod meg. Kósa Attila, 17 perccel ezelőtt, Hali Keeper, itt van mod, amit hasznodra válhat. Hát milyen modot küldtél nekem, testvérem az úrba? Megnézzük! Ja. Lifter. Hand lifter. Ne! Béka! Kösz! Ne! És föl lehet vele vinni az ilyen flat alacsony trailerre. Ne! Béka, bazz! Nagyon király vagy, tesó! Ez nagyon adja. Kósa Attila, köszönöm szépen! Király vagy. Egyébként, ja. Jó, oké, nézzük tovább. Kösz, ez jó. Egyébként Kolompár Démonvél is küldött egy modot, az meg olyan, hogy ilyen szerszámos láda, és nem kell tologatnom azt, amelyik mindig így elrepül, az is tök jó. Péter Imre, sziasztok, hello. Horváth Levente, nagyon vártam már az új, hogy újra elkezd a farmingot felmenni, főleg amiben kívás is van. Szerintem mindenképp olyat érdemes, amiben van kívás. Biga Papa írja, hello, a Far Cry is nagyon jó játék, 3, 4, 5, 6. Az ötödik, utána jön a New Dawn, az a rész. Az a két rész kapcsolódik egymáshoz, plusz Far Cry Primer. Ha esetleg gondolkozol új játékon, ezt levastatott a másik videó alá is beírtam. Nem tudom. Ezt írjátok meg, hogy valaki írjon rá, hogy legyen ilyen, egyébként egy csomó más FPS játékkal is játszanék, de leakadtam egyébként a Far Cry-okon a kettőnél talán. Játszottam a hárommal is, meg így kipróbálgattam, de valahogy elvesztettem az érdeklődést a Far Cry játékok iránt. Főleg az újabbak azok ilyen nagyon egykaptafára. Igazából a három tök jó sikerült, az egész metódusa, meg minden, és akkor az, minthogyha arra épülne. A négy az, mindig átültetik egy másik környezetbe. De egyébként nem rossz, nem azt mondom. Meg hát egy jó receptet azt miért dobnának el. Zoli, szia, van egy olyan probléma, hogy
amikor a játékban a nap felé, napban nézek, elsötétül a kép, és nem tudom, hogy kell kikapcsolni, kérlek segíts. Hát figyelj, az lehet, hogy szerintem, hogyha elsötétül a kép, amikor a nap felé nézel, akkor az lehet, hogy videokártya probléma. Lehet, hogy nem kezeli ezeket a napi dolgokat, tudod, azt a nem is tudom minek, szan akármicsodának valahogy nevezik. Van egy olyan beállítás egyébként, hogy az kikapcsolható a játékban, próbáld meg, de szerintem az videokártya. Leírnád, milyen videokártyád van, többet. Tippelek, lehet, hogy Zoli, neked laptopod van, és nem Nvidia, és nem Radeon kártya, hanem lehet, hogy valami HD akármicsoda dolog van benne, Intel. Barnabás, Barabás, és... Én sem csak vágottattam, nem tudom ez mi, nem tudom. Nubányuszi írja, szia képvel, sorskártya ötlet, a polgármester úgy dönt, hogy drágaság van a falu, minden egyes mezőgazdaságának ad 50 000 eurót. Ez jó, ez egyébként, de viszont ez bele is került már. Ugyanígy infláció van, és kapsz 30 000 eurót, azt ki is húztuk kb. 4 részsel ezelőtt. Barnabás, Barabás, annak a kultinak lehet a hátuljára akasztani 3 pontos cuccokat, szerintem próbált ki. Igen. A kultinak a hátuljára, ezt tudti? Ezt megnézzük majd. És volt sebből, azt a kevés krumplit fel tudtad volna használni, mint vetőmag. De egyébként azt tudti, hogy a krumplit azt fel lehet még egyszer használni vetőmagként? Egyébként Zsolt Csebő okosokat szok írni, csak én meg hülye vagyok, azt későn olvasom. Szia Keeper! Kártya ötlet. Nyertél 50 000 eurót plusz... Rész vége lesz 30 perc múlva. Az mi? Hogy hamarabb meg kell... az hogy? Barnabás, Barabás, Keeper lehetne új facecam a videóba. Facecam nem lesz szerintem a farmingokban igazából annyira, ott nem történik olyan egetrengető dolog, hogy esetleg a sorskártyát, amiben ilyen nagyon meglepődne az ember. Egy horrorjátékban egy ilyenben biztos érdekesebb a facecam. István Sere. Ezek az index képek a legjobbak. Egyébként régen akik nagyon régen játsz is, vagy csak követik a csatornát, azok tudják, hogy én szoktam ilyen hülye indexképeket rakni. A legelső spintályos sorozatomban is, hogy így a sárba vagyok, mert minden ilyen hülyeség. Én ezt tök élveztem, hogy elrögtem magam. Azt jött egy-két ember, azt mondta, hogy jaj, van gázok azok az indexképek. Aztán akkor meg így abba hagytam, és nagyon sokáig nem voltak. Pedig én ezt tök élvezem, hogy elhülyéskedek, így elpókockodok, tudod, ilyen. Ezt úgy szoktam, hogy a zöld háttér alatt ilyen képeket vágok, és akkor azokat beillesztem. De én ezt tök bírtam, ez egy eléggé felkapott dolog lett, ugye a YouTube-on mindenki így csinálja, de én már nagyon, akkoriban én nagyon szerettem ezt, és csináltam is, csak mondták, hogy ne. Aztán akkor én meg így hallgattam rá, és igazából nem biztos, hogy, hogy mondjam, van mondjuk lehet, hogy 10 000 ember megnéz egy videót. Lehet, hogy aki kommenteli azt, hogy jaj, ez így nem jó, lehet, hogy csak ő gondolja azt, hogy így nem jó, vagy pár ember még, de lehet, hogy a többi 9900 az meg úgy gondolja, hogy úgy jó. És nem biztos, hogy annak az egy embernek kell a véleményére adni, meg kell hallgatni a véleményeket, de nem biztos, hogy az az egy ember véleménye, az reprezentatív. Tehát az így átfogja az egész kollektív véleményt. Engedjük el. Tibike, ügyes vagy, írja, ne ordíts. Nem bírom ki. MC Zsola. Szia Keeper, annyit szeretnénk mondani, hogy a modpack nem lehet letölteni. Esetleg fel tudnál tölteni Mediafire-re? Ó, ez biztos, hogy lesz még ez a kérdés. Fel fogom tölteni Mediafire-re, és ki fogom rakni a linkjét. Viszont ez nem fog megtörténni, mert megy fel a videó, meg ez is fog felmenni. Fel fogom tölteni. Egyébként az a probléma ugye megállva, hogy várni kell. Tehát sokan írták, hogy meg fizetni kell érte. Igen, fizetni kell érte, akkor, hogyha te át akarod lépni, tudod, vannak ezek a letöltő oldalakon, az, hogyha gyorsabban, akkor hogy lejöjjön, akkor fizetni kell érte. Ugye azt hiszem, hogy van egy limit, ami megáll, hogy 5 giga után, hogyha azt töltöd lefele, akkor várni kell x időt, és akkor tudod tölteni tovább lefele. Valami ilyesmi van, vagy pedig nem tudom, én nem is töltöttem le, úgyhogy nem tudom. De csomóan letöltötték, anélkül, hogy fizettek volna, meg mindenféle ilyen nélkül.
Működik az is, csak azt hiszem, hogy várni kell a letöltésre, mert túl nagy az a modpack, de fel fogom rakni máshova is. Kis ruszkinyó. És a vetőt miért nem adod el? Amúgy bazza, jó ötlet, hallod. Később lesz nagyobb a gazdaságod, akkor lesz K700. Igen, persze, minden lesz. Apuci pitya rész. Ez a borona után lehet még valamit csatolni, mert olyan a hátulja, nem? Egyébként bazza, ő is észrevette. Én már nem vettem észre, hát ezt majd meg fogjuk nézni. Hello, azt miért nem foglalkozol alsó új lakkal? Hát úgy érted, hogy az FS15, hát még egy FS sorozatot kéne vinnem, szerintem nem lenne kapacitásom, meg igazából olyan szinten összefolyna, hogy melyikben mit kell csinálnom, hogy ez nem nagyon lenne jó. Ha erre gondolsz, hogy FS15-t miért nem csinálom, hát szerintem egy FS sorozat szerintem tök jó. Mármint elég. Én úgy gondolom, nem? Steam Milan. Szia, Keeper, sorskártya ötlen. Nyertél a nyereményjátékon, ebben a részben használhatsz egy gépet, amit te választasz. Van ilyen. Van ilyen, az, hogy axián sorsoláson nyertél, egy gépet választhatsz egy rész elejéig. Ez benne van egyébként már. Az a baj, igen, hogy már van 40 sorskártya rész, és nehéz újat kitalálni. Kukorica Kft. Sikerülni fogok, kívás, csak bízd magadban, egyszerűen imádom az ilyen jellegű videókat. Köszönöm szépen. Hát, bízunk magunkba. Dávid Géza Sós, a gépi munkás nem tapossa le a terményt. Egyébként ezt írtátok egy csóval, de én annyira hülye vagyok, hogy ezt nem tudom. Bazen, miért nem tudtam ezt? De mindegy, ez kikapcsolta. Ez megmagyarázta, hogy miért kapcsolom ki. Ez a map, meg van FS22-re. FS15, FSH modding van FS22-re. Az alsó Nigruska egyébként válaszolt a kérdésre, és ott az jól is. Alsó az nevű FS19-es térkép nincs meg FS22-re. Az FS15-ös megvan. Egyébként azt hiszem, ez az FS15-ös FSH modding az elég ilyen kezdetleges. Azt hiszem, hogy próbáltam is, és nem valami szuper, ilyen kis esetlen. Josi Mester írja, küldtem oda csak Facebookon, nem tudom hol látod hamarabb. Hát megnézem Facebookon, nem mindig, a Facebook oldalamat nagyon nem nézem, azt nem is tudom miért tartom, nem is rakok oda ki semmit, úgyhogy megnézem, de igen, ez majd megnézzük. Apuci Pityarész, gépi munkás nem tapasztal a terményt, jaj! Végre krumplizol, hidd el, ez nagyon megéri. Egyébként, spoilerezzünk, hogy mi lesz a következő részben? Hát lehet, hogy nem is sokan nézitek, úgyhogy lehet spoilerezni szerintem. A izére hajtok, ugye, a szó is esett róla, valószínű a részben, hogy arra a nagy krumpli betakarító gépre, és akkor azzal lehet agyba főbe nyomni, érted? Az jó lenne. Piros MTZ-t akarunk! Kukorica Kft. Írja, nincs pénze, he! De egyébként úgy bírom, amikor egymásnak válaszoltok, és így nincs pénze, he! Meg mit tudom én, valamit kérdezett, valamit mondott valaki, ki ez alatt részben, ugye aztán írta valaki rá, hogy hát ez még neked minek. Jó lett a videó, köszönöm, Botond. Slessy, ez nem tudom, Slessy, vagy hogy? Szia, Keeper, mi van? Nincs semmi. Első komment, mit nem. The Ghost, szia, Keeper, sok szerencsét. Köszi. Robika, mikor lesz FS 19? Minden egyes nap délelőtt. Egyébként ennyit tudok mondani. Minden egyes nap 8 és 10 óra, 10 között. Hello, most 2022-8-21, hol az új vidi? Egy órával ezelőtt kérdezte, de hát ez már egy órával ezelőtt kint is volt. Lehet, hogy még nem látta. Na, igen, Biga Papa írta ide is a Far Cry-t. Arra válaszoltunk. Johnny, hello Keeper, nem tudom, hogy neked megvan-e Farming Simulator 22, de megtaláltam hozzá az FSH modding mapot. Igen, megvan, de nem akarok még egy sorozatot. Barnabás, Barabás, Csapágy. Ja, egyébként a Scrap Mechanic-ba azt nevezzük Csapágynak, ez egy jó ötlet. Mikor lesz a Subnautica, Zsolt, Fábián? Hát. Nem is tudtam, hogy még nézi a csatornát Zsolt. Zsolti. Megvannak még ám az MTZ-ek, kim vannak a garázsba. Küldött régebben MTZ ilyen MTZ-t.
ilyen vasból hajlítottat, ami még ő neki emlék volt, de egyébként megőriztem természetesen. Amit akartam mondani, Subnautica nem hiszem, hogy lesz. Nem, Subnautica nekem annyira nem feküdt. Nekem a Subnautica ilyen túl steril akar lenni egyébként. Sándor Simorek, Hello Keeper, néhány tipp, illetve javaslat. HV80-asra max 8 méteres rököket érdemes felrakni. De akkor már 3 méterre kilógatva, hogy traktor kényelmesen tudjon fordulni. Több HV80 is összecsatolható. Hú, akkor a komment atyám! Na. Összecsatolható, de akkor max 6 méteres rönkök érdemes felpakolni. Ráadásul trigger miatt is max 8-10 méteres rönkökkel érdemes operálni. A fazor része, ami kilóg a triggerből, hiába tűnik el eladáskor, azért nem fizet a felvásárló tesztelve. Javaslom, hogy add el az új földet, ha kivágtad az összes fát, és vegyél egy új földet, mert a művelésre nem praktikus. Egyébként, igen, az a föld, a közben rájöttem, hogy az a föld az nem jó erre. Videókhoz szerintem se változzon, mert így könnyebb időt szállni rá mindenkinek, mert legalább így van minden nap új rész. Egyébként ez is nagyon sokat gondolkoztam, hogy sokan írták, hogy legyen hosszabb videó, de én úgy gondolom, hogy az a tök jó, hogy van valamilyen szintű rendszeresség, hogy mindenki tudja, egy hónap múlva is egy órás videó lesz, minden délelőtt. Azt meg tudja nézni akármikor, egész nap, bármikor, és másnap jön egy órás videó. Tudja, hogy egy órát kell zászlani, és nem az van, hogy leül, Jézus Isten, mi az 3 óra menj a francba? Érted? Na, ilyesmi, ilyenre gondoltam, na. Sorskártyák annyiban változtatnám, hogy minél komolyabb a hatása, annál több körre kivinném. Például 2 körre kivinném az 1, 3, 7, 6, 8, 10, 14, 18, 19, 21, stb. Kártyákat. 5 körre kivinni a kártyákat, és végleg kivenni. Kivenni, ha már egyszer kiúsztod a 7, 9, 16, 22, 27 kártyákat. Érdemes lenne bérmunkázni, ha más nem, legalább trágyázni, permetezni. Jól fizet, gyorsan megvan, és bár megvan hozzá az eszköd is, érdemes a tulajgépét használod, hadd fogjon az ő üzemanyaga. A bérmunkát, azt valamilyen szinten szándékosan nem csinálom, mert tudom, hogy jól fizet, és a bérmunkából sokkal gyorsabban össze tudnánk szedni a pénzt, mert ugye a mi szerencsétlenkedésünk, ami az elején van, még nagyon-nagyon-nagyon kevés pénzt hoz. Ennyi erővel ugye a legelső részben megkezdtem volna bérmunkázni, most vagyunk a 10. rész környéken, 11-en. Sőt, nem a 11., 12. már fölment ma. 12 rész alatt csak bérmunkában 100 000-ek összejöttek volna. 12 órányi játékkal. Hogyha nem szerencsétlenkedünk, és igazából azt tudtuk volna költeni. De igen, a bérmunka, a többi az tök jó, köszönöm, igen, és a földet is mindenképpen cserélni fogom. Meg mi, azért is nem jó a föld, mert rohadt messze van. Rájöttem, hogy az, hogy rohadt messze van. Legyenek a földek egymás mellett, mert az a baj, hogyha rohadt messze vannak egymástól a földek, akkor oda kell telepíteni egy ilyen kiállást, egy ilyen előre tolt helyőrséget, kell egy shelter, kellenek oda gépek, hogy ne az legyen, hogy mindig folyamatosan oda civeled a kombányt, a kultit, ide érted egyik nap, másik végébe, akkor 2 csoport gép kell. De hogyha egy helyen vagy, és úgy terjeszkedsz, akkor egy csoport géppel úgy megoldható nagyjából. Jaj, László Darányi, a képer a szétvert ládák, újra termelődnek, ha nem emlékszel azok a szétkelőtti baltával. Azt a betyár, ilyen hülyét hallod. Elfelejtettem, esküszöm. Egyébként annyira izé vagyok feledékeny sokszor, hogy azt el nem tudjátok inni, de ezt tapasztalják, akik velem úgy kontaktolnak is, hogy szóval borzalmasan felelőtlen, le kell rugalásba szerelni, 1 óra szerelésből 50 perc azt, hogy keresem a szerszámot, hova tettem, de tényleg. Jó, de mutáns! Ja, Viktor írja, sok sikert mindenkinek, én megadom másnak az esélyt. Mindenkinek sok sikert. És Keeper, kedves vagy, hogy mert csak úgy, hogy rajzol valaki neked egy Keeperes, és ezért ingyen van, nagyon jó videós vagy, nagyon. Ja, mert megy a rajzpályázat egyébként! Mindenkinek felhívom rá a figyelmet, kell rajzolni egy keeperrel kapcsolatos bármilyen képet, akár a csatornával, traktort, akármi, legyen rajta keeper, vagy valamilyen felirat, vagy akármicsoda, és indul a... Nézzétek meg azt a videót, jó? Csatornán. Kártya ötlet a közeli traktor boltba lát,
látta, hogy szeretted az MTZ-t, ezért ami náluk van MTZ, abban választhatsz egy darabot, ezt használhatod egy részig. Ez jó egyébként. Ez jó. Van olyan, hogy választhatok egy részt. Egyébként ez jó. Ez jó, hogy egy márkát mondjuk. Ja. Nagyon jó lett a videó, Dani írja. Köszönöm szépen. Hangolódni fogok a rajzórákra. Kristóf Vajgán, sorskártya ültet abban a gépben, amit legutóbb használ, elszáll a fék, vagy fizetsz 5000 eurót, vagy ebben a részben nem használhatod a gépet. Ez nem rossz, de egyébként az is jó lenne, hogy nem használhatod a féket. Azt figyeld már meg. Azt te is tudjátok ellenőrizni, mert külső jelzőben látszik. Ez nem rossz, de lehet, hogy át fogom abba költeni, hogy nem használod a féket. Egyébként azt hasonlót már írt valaki. Mert ugye néha azért ne váltod a fékezni, azt gurul a gép, akkor az úgy nem a legjobb. Kismátok Gábor, szia! Amikor akkor lesz tier 5 küldi, ha az összes küldit a vapor lévő trédernél megcsinálod. Azt írjátok már meg tényleg valaki, hogy mikor kapok tier 5-ös küldit. 7 days to die-ba, már megvadulok. Az utolsó részben ott szenvedek, még mindig tier 4-eseket ad, annak ellenére, hogy már az Isten tudja, mennyi tier 4-es küldit. Segítsetek, miben? Megcsináltam azt is, hogy megnyitottam a más traderhez az utat, nem tudom, mit csináljak még hozzá. Szia, cukorrépa, még jobb pénz. Igen, Boti Agro videó. Csak az a baj, most ahhoz nincsen cuccom. Most nagyon befektettünk a krumplira. Lehet, hogy erre a területre fákat kellene ültetned, látva, hogy elég dímbes dombos sziklás, mert ugye te ülteted a fát, nagyobb is lesz, és sokkal sűrűbben lesznek. Ez se rossz ötlet egyébként, ezen is gondolkoztam, de el fogjuk adni a földet. Nagyon messze van ennyi erővel, akkor ugyanennyi pénzért eladom a földet, veszünk a közelbe, és azon is tudok fát ültetni, de most egyelőre nem fogok fázni, mert megőrülök tőle. Kukorica kerté. Kedvelem, amit csinálsz, imádom, sikerülni fog a kihívás, csak bízd magadban. Szeretem az ilyen jellegű videókat, egyébként csinálhatnál egy Troy Time videót, hogy hogyan is kezdted a videó gyártást. Úrik! Hát, csinálhatok, hogyha érdekli valakit. Egyébként ilyen izéket gondoltam megnézni. Legelső farming szimulátor videó. Hogy csináltam. Gyerekek, fogalmam sem volt. Ti írtátok egyébként. Próbáld ki ezt a farming szimulátor, nem olyan rossz játék. Én meg így elindítottam, a fasz, mit kell csinálni, mi ez? Hol vagyok? Na, nekem már készül, írja egyébként a rajzra. Dominik Völdes. Keeper, ha a vetőgép műtrágyázik, akkor már csak egyszer kell megszórnod, vagy lepermetezned. Igen, igen, azt tudom, azt tudom. Mert ugye egyszer megcsinálja ő, utána meg egyszer. Szóval egy olyan probléma, hogy a játék, igen, a nap felé néz, írja az Oli, arra válaszoltuk. Zetorina sírja, Keeper, egyfa nem azért drága, mert hosszú, hanem azért, mert jó. Szép, le van ágazva, egyenes is 6,7, vagy 6 és 7,5 méter hosszú. Ha ezek mind megfelelőek, kb. 40 ezeret is tudsz adni, tud adni ennyi fájra. Ezután akkor azt kell csinálnom, hogy nem. Csak az a baj, már késő. Ja, mindegy, majd csináljuk. Jó, akkor ezt jó tudni. Marcel Pati, én jelentkezek, és küldök is képet. Szuper. Szia, nem baj, hogy FS15 sorozatból küldök kép rajzot? Nem, természetesen, bármi. Csak hát ne a izé legyen, a zsinagóga legyen rajt meg, mondjuk ne egy izé, ne egy nő, vagy egy virág. Zsolt Szabó is írja, hogy küld. Levi, nagyon tetszik, amit csinálsz, hajrá. Tudunk egy kicsit multizni? Így, izében, 7 Days to Die-ba. Ja, gyerek, hát az valahogy, úgy, az meg kell oldani. És a Mediafire-ra modpakot, igen, Levi. András Balázs ilyen nagyon régi videóimat néz. Ezt tudod mikor? Ez ilyen 8 éves videó. World of Warcraft tankoztam. Na akkor még azt sem tudtam, mi az a Spin Tires, meg semmi. Máté Farka, sorskártya ötlet, felgyúlott a falu határa, és elérte a telkedet. Az épületeid megsemmisülnek. El kell adnod az épületeidet. Dick! Egy területről, amin vannak. Ez nem rossz, ez jó, ez jó. Máté Farkas, ez jó. Bálint 6 is írja, hogy indul. Igen, arról esett szó a modokról. Viola Bence, Jézus, hát milyen korovannal indultál te meg? Hajrá, papi, így tovább. Köszi a mai hatalmas aktivitást. Hát jó, ilyen 2-3 videó nem dobolta. Azt ízé, össze kéne pakolni, nem ott tárolni például a zöld háttelet.
Én Magyarországról lehet jelentkezni? Hát nem tudom, hogy hogy tudom megoldani a postát külföldre. Gondolom meg lehet, nem? De az a baj, ilyen GLS az. Így a határon átvágtat. Várj, nem ore! Jamaikába el kell vinnem a izé csomagot, dik! Lehet, hogy izéből, Chiléből ír a csávó, nem tudom. A GLS-es autó, így izé, végig megy a Mariana Arkon, vagy nem tudom hol. Balázs András írja, jó ötlet. Valaki írja, nekem van ilyen ruhám, Zsolt Szabó. Wow. Lehet, hogy meg kell csinálni azt a tier 4-eset, akkor lesz a tier 5, és azt írja valaki, én is csak erre tudok gondolni. És Demon Hill itt küldött egy modot, amelyik ez így ilyen tök jó, ez ilyen kézbe szipelhető szerszámos ládá, és ezzel tudod modifikálni a gépeket, módosítani, szóval ez is mindenképpen menni fog bele a sorozatba. FS19 mondok van, hogy jó lenne egy Discord szerver, ha gondolod, jó ötlet, nem, fú, egy kicsit szeretném én kontrollálni, hogy rakom be a modokat, ide is tudtok küldeni, és akkor rakom be folyamatosan, ami tetszik. Dávid Géza Sors, szia, szerintem lehetne az egyik sorskártya, hogy szerelmes lettél a Mariba, kell vinned neki tűzrönk fát. Jó, ez jó, hogy van egy ilyen küldetés. 10 röngfát ki kell válnom, 10 fa, de milyen röngfát, egy forkocsi fát, vagy valamit, nem? Kövinél Marinak. Ez jó. Péter Imre, szia! Ali! Ja, írja valaki, hogy legyen még egy farming. Nem akarok még egyet, mert akkor már tényleg extrém elbúrjázik a csatorna. Ja, meg tudod venni a rakodóra a chipest, igaz, nem hogy a chipest nem mód, de szerintem nem számít. Ja, egyébként azt kellett volna csinálni, nem azzal szenvednem, de már mindegy. Keeper, vedd ki a karakter külső nézetét, és meg fog szűnni a googleás probléma. De én annyira bírom azt a külső nézetet. Gergely Takács, Family Frost beközöl a videóba rendesen. Tényleg akkor már nem is figyeltem. Na haladunk, Gergő írja. Csaba Barkai, a Keeper, csak így tovább, legyen meg az 1 milliárd euró. Dadida, Dabida írja. Köszi szépen a modokat, milliárdhoz pedig nagyon sok sikert, megkockáztatom. Ja, 15 ezerre tippelt valaki. Gyakorlottam, vagy varakodásban, mint valaha. Szia, ki, szóval Keeper, inkább egy rázot kéne venni a krumplihoz, mint ami szélesebb és több sort is tudsz hajtani. A kapát viszont eladhatnád. Remélem már nem akarsz kapálni. Nem akarok kapálni, izét fogunk menni. Combined fogunk menni. Krumpli combined. Van a Forsythnek egy modolt combine, nagyon szuperül néz ki. Nem tudom még, hogy egyáltalán hogy működik, de nem tudom megáról leszedni, Adimo írja. Föl lesz ragva máshova, mert sokaknak nem jött össze meg, hát igazából egész szar is. Mert ugye túl nagy. Könnyű forgózsámolyosak tolat, de mondjuk annak, aki könnyű forgózsámolyosak tolat. Jó, hát annyira nem tudok én, hát világ végére nem tolatok be. Egyébként a fater volt olyan, hogy mindig az volt, hogyha valaki szenvedett, még volt olyan, hogy nekünk hoztak valaki más idegen traktorral fát, és nekünk egy ilyen tök szűk, emelkedő, kicsi utcával emelkedőre így kell feltolatni udvarunk, mert, és volt olyan negyed órát szenvedett vele, negyed órát, 3-4 órát szenvedett vele a traktoros, tekerte mindenfele, érted? És minden, hogy ment, pótkocsi mindent csinált, nem sikerült mit betolatnia. Aztán, Potter, hogy Alici, megpróbáltam. Nem az ő traktorja, nem az ő pótkocsija, nem ismerte, sose használta. Egyből érted. A Potterhoz nem tudom, az annyira valahogy rá volt, 16 éves kora óta traktoros volt, vagy 15, a szó szerint úgy képzeld el, hogy nem az, hogy akkor tanult, hogy kirakták 15 évesen traktorra, és azóta traktoros autóval volt ideje megtanulni, de szó szerint olyan volt, hogy akárhova forgózsámolyossa, 10 centi közé, akárhogy, érted? Brutális volt. És tényleg az másik traktoros, hogy úristen, mi a franc? Mi történt?
Szia, Kipa, tudnál csinálni a tutoriált a mód letöltésre, mert nekem folyton azt adja be, hogy fizetni kell érte. Fizetni kell értem, vagy pedig vársz. Azt adja be, egyébként Mediafire-ra felrakom, azt akkor jó lesz. Remélem 13-as kulcs van a kezedben indexkép, nem? 13-as, 10-es, az a férfiak legféltettebb kincse, van egy ilyen mém. Hogy tudod, így áll a izénél, a kutnál, bedobja az érmét a csaj, azt, úristen, legyek a férfiak legféltettebb kincse. Pitty, átváltozik 10-es krovára. Kukorica, kösz. Tek jó, farming jobb lenne. Mi van a ventóval? Nincs ventó ma, hú, 8 ventó, meg 6 golfom, minden együtt. Meg... Most egy matizom van, gyerekek. Matizom. Mundejval és Szaszával lehet videót kérni? Ne tőlem kérd. A Szaszáikkal. Egyébként össze-vissza izélek most, GTA-sznak. Lehet, hogy be kéne a számom hozzájuk. Gergő írja, hogy ő fát autólóddal pakolja. Mert kivélem magam az agykárosodástól. Egyébként nagyon jó teszed. Én nem akartam, mert biztos megköpködtetek volna, hogy autólóddal feszórom. De... Á, ne. Kipő, van már mód, amitől gyorsabban fogy az üzemanyag? Nincsen, de hát azt tudod állítani a izébe. A játék menüjébe tudod állítani, hogy milyen gyorsan fogyjon. Azt hiszem 3 lépcsőben. Menü úrfi. Szia, Keeper, tök jó. Most hogy? Vettél egy ilyen területet, csak akkor másik ekét vegyél, mert mire ezt felszántod? Ebb lesz felszántva. Eladjuk. Igen, röngvilla. Keeper, az Isten áldjon meg. Nem tudnád feltenni máshova a botpackot, mert megáll. Ha nincs elég fizetésed, akkor 6 óra még letölti, mert várnod kell, hogy fizess. Sorskártya 5-en. Nyertél az Axián nyereményjátékén, nyertél egy eszközt, a következő sorskártya húzás erejéig. Fontos, hogy csak eszköz lehet, nem lehet traktor, kombájt, stb. Például Eke, Borona, vetőgép, stb. Ez már benn van. Egyébként ez benn van. Jó, hasonló. Most gyorsan picit pörgetek, bazza, mert hallod? Nem is tudom, 2-3 napja volt kommentreagáló, de ennyi komment van. Mivel ha jól láttam, 14 fa volt, és az egyik napon nekem ugyanilyen fának egészben 30 ezer. Aha. Nem, 15 ezeret adod. 15 ezer, jó. Keeper, az nagyon logikus, hogy a krumplit elkezded a leghasználhatatlanabb eszközökkel, amikor összeszedel, jó alapösszeállítás szemekre, eladod a kombányt, és szenvedsz az a röngvillának nevezett valamivel. Ez se röngvilla, se raklapvilla. Egyébként ez van, nem tudom, ezt gondolom, ez egy gyári cucc, nem véletlenül modolta meg a csávó. Utóvérat, jó lehet a krumpli, normális szerűen nagyobb póttal, 15-ben megtermett krumpli, meg tudtam tölteni az ültetőt, nem kellett magad venni, ó, az ezt, hogyha tudtam volna, csinálni, bocsánatot kérek. Egyébként ez a magot, ezt nem tudtam. Hello Keeper, szerintem termed le a fát, és add le a földet, úgy lesz. Egyébként, ja, hát eladtam, máshogy gondoltam, hogy fogom csinálni, de higgyétek el, hogy hosszú távon meg fogja érni, én úgy gondolom. Egyébként gondolkozok egy billencs kamazon, vagy pedig egy nyerges kamazon. Azok nem olyan drágák, ilyen 25-30 ezer, jó, le vannak lagva, szét vannak rozsdásodva, valami nagy dögön, vagy egy ifán. A 90-es évek elején Romániában láttam olyan sok helyen falun, láttam olyat sok helyen falun, hogy TAF 657 és kiközelítő traktorral vonszolták az erdőből kifele a fát, de nem az első tisztásig, hanem a falun keresztül a fafeldolgozó üzemig, ha közel volt. Hajnalban 4-5 hosszú rönkkel falon keresztül aszfaltos úton párszor elfordult, hogy a kanyarokban, kereszteződésekben néhány kerítést megrongáltak, vagy kicsaptak. Az igen? Az igen? Szia, Keeper, lenne egy jó sorskát ötletem. Utoljára vásárolt gép, a fáját visszaigényelheted. Biga papa is írja, hogy ez a föld kicsit dombos sziklás, termed le róla a földet, add el is, vedd meg például a 11-est. Igen, mindenképp így lesz. Tudtam, hogy Keeper, már pedig
6000 méteres fákat fog egymásba pakolni 5 cm-es helyen. A világ legszarabb rögvillágában, ahelyett, hogy ketté vágná a fát, és könnyen, kényelmesen felrakna. Komolyan mondom, inkább vettél volna egy sírkövet, és fúztad volna a krisztállal egyesével. Jobban haladtál volna. Mehetne a live valami egyszerű... Ja, sírkövet! Érted. Valami egyszerű game, mondjuk valami RTS, Age of Empire 2-es Stronghold, vagy bármi hasonló. Aközben lehet figyelni, hogy setre könnyen. Na nem is szarul fizet ez a föld így. A földet én is írni akartam, írni, hogy mesd el, és akkor fatelbe, és közben lehet nyomni a ter. Igen. Azon a vizen akar átmenni, mint a sajó. Majdnem 10 000 tonna fával. El nem hiszem. Jaj. Nagyon jó. Három rész is megy a pénzed is, egyébként szerintem is. Ja, a live és a multi mindig átmegy baromkodásra. Jó, az így van, ahogy van. Egyébként igen, az a baj, hogy a live, meg a multi, az mindig a végén azon állítsuk meg a vonatot, hogy jelzzel! Szia, Keeper, van ott, igen, csipesz. Hol lehet küldeni modot? Akárhol, itt is akár. Most igazam lett a múltkori fejetlen költekezéssel kapcsolatban. Amúgy igen. Ja, azért nem vettünk már csipet, elengedjük a favágást, hallod? A hátamon feláll a szőr tőle. LDC. Ati, eleve nem értettem meg az előző részben végén, hogy minek vetted meg maximum rakvinnak világnak. Jó ez a cucc, nem römköt emelni. A kombány talán is volt valami világbajnok ötlet szerintem. Lehet elment volna 2-3 rész azzal, hogy földet műveled, de legalább realisztikus lett volna a darab. Azt szerintem felejtsük el, hogy egy rész alatt meggazdagszunk. Kicsit zavaros, hogy belekapunk ebbe is, abba is, aztán részenként más gondolom. Szerintem a földművel is kevesebb szívással jár volna. Még ha unalmasnak is tűn szerintem, vagy sokak szerint. Mindenképpen földet fogunk művelni. 26 ezerre tippeltem. 15 ezer lett, ugye? Igen, igen, ezt a területet el fogjuk adni. Na gyerekek, figyeljetek, szerintem úgy nagyjából itt a modpack. Igen, Sajti Balázs írja egyébként, szia, amikor egy olyan magasítót teszel fel akármilyen pótra, aminek a deszkái között át lehet látni, akkor onnantól kezdve már csak szálas takarmányok szállítására alkalmas. Széna, szalma, siló. Ezért nem működik a mostani pótodon sem a magasító. De miért nem írja? Miért nem írja? Szóval én mindig rápróbálok, hátha, mondom, hátha bagos, vagy akármicsoda, és ezért... Na, köszönöm szépen a sok kommentet, szerintem egyelőre ennyi, mert bazze, hallod, annyi jött, és de köszönöm szépen őket tényleg. Na, vigyázzatok magatokra, Isten áldjon benneteket, jöhetnek a kommentek, mindig próbálok válaszolni, lehet, hogy sűrűbben lesz komment. Írjátok meg, most legyen sűrűbben kommentreagáló videó, hogy legyen baromi hosszú. Mert lehet igazából ilyen, akkor meg tudom, hogy megszervezzük, hogy 2 naponta leülök, és akkor elolvasom őket, de így nem is érünk a végére, te Isten. Te Isten! Na, csácsomi csöltészt, sziasztok!